most a piros. Rajt. Ment el az élre, Senna mögé állt be. Senna mögé állt be, úgy van, ahogy Frank Andrásnak mondták, hogy Senna nem fog tolakodni a rajtnál. Jobb a vékeség, inkább hátra maradt, de körbe akar jutni, végig akar jutni a versenyen. Mégis van kicsúszott versenyző. Filip Alió megfertőt. Ez a Szentdegott kanyar volt, itt jutnak föl most már a kaszinó elé, majd le itt a lőfotelnál. Ez Nakajima. Nakajima a japán versenyző. A legjobb kört Nigel Mansell futotta. Itt a célegyenes végén lehet előzni, ha valakinek szerencséje van. És elég gyors, nem volt elég gyors. Itt valami nem stimmel. Nigel Mansellnek valami baja van. Nigel Mansell... Közvetlen mögötte van, szerintem már le is előtte. Le is előtte. Nigel Mansell autója, úgy látszik, véget ért vagy a gumija, vagy az autója. Óriási dolgok történtek. Nigel Mansell, aki hibátlanul, szenzációsan vezetett az élen, már a második helyen autózik. Csak Senna egyre növeli vele szemben az előnyét. Biztos, hogy bemegy a depóba. Biztos, hogy bemegy. Azt is. Nem tudjuk még, hogy miért, de reméljük azt is, hogy kereket cserélni, akkor nincs gond. De mond is valamit. Egyelőre úgy látszik, hogy nem csak kerékcserélő van szó, bontják a motor, deklid, a motorház tetőt kihítják. Senna az utolsó köré teljesíti, utolsó néhány száz méterét, most még itt a... Le is lassult. Olyan a kikötőből befordul, ki már mutatta, üdvözölte a társaságot ott a kanyarban, lassan jön, de be tud-e jönni még? Ez már lassabb annál, mint amit kellene. Éppen hogy csak be tud jönni, a kockázászló leinti Ayrton Sennát. Itt pedig láthatják a végeredményt. A világbajnokság állása a negyedik futam után Alain Prost, Ayrton Senna 18 pont, 15 pont, tehát 3 pont mindössze a különbség. Élesedik a verseny közöttük. A 45. monakói nagydíj győztese a brazil Ayrton Senna. Lotus Honda autóban átveszi a díjat.